Harmadfokú hőségriasztást rendeltek el szerdától az ország minden területére. A hőség az egészséges szervezetet is megviseli, de a kisgyermekek, az idősek, a várandósok, valamint a szív- és érrendszeri betegséggel élők különösen veszélyeztetettek. Szakemberek azt javasolják, hogy a megelőzésre fektessünk nagy hangsúlyt, és ha lehetőség van rá, a legmelegebb időszakokban ne tartózkodjunk a szabadban, főleg ne sportoljunk és ne végezzünk nehéz fizikai munkát. Figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű és minőségű folyadékfogyasztásra, ugye ilyenkor a szervezetnek a folyadék igénye megnő. Minden olyan dolgot, aminek vizelethajtó hatása van, energiaitalok, túlzott kávéfogyasztás, alkoholos italok, azokat célszerű ugye kerülni, és inkább mondjuk zöld teát, tiszta, friss vizet, vagy esetleg gyümölcsleveket fogyasszunk, de azt is azt mondjuk csak azért mértékkel a cukortartalmuk miatt, és inkább napjában többször együnk, keveset, könnyű, vegyes étrend, leginkább az ilyen mediterrán jellegű étrend az, ami ajánlott, az ilyen nagyon zsíros, nagyon nehéz ételeket célszerű kerülni. Nem csak a forróság megterhelő ilyenkor, hanem az is, ha nagy hőingadozásnak tesszük ki a szervezetünket. Ha mód van rá, érdemes naponta többször frissítő zuhanyt venni. A túl hideg zuhany vagy az átmenet nélküli hideg vízbe csobbanás viszont nem ajánlott. Hasonlóan óvatosan kell bánni a klímával is. Minél nagyobb a hőmérséklet különbség, annál nehezebb a szervezetnek alkalmazkodni hozzá. Egyébként sem javasolt igazából, hogy tényleg a klímát túlzottan használjuk, és ráadásul próbáljuk meg úgy használni, hogy ne közvetlenül a testünkre menjen a klimatizált levegő. Úgyhogy, de én mindig azt szoktam javasolni, hogy célszerű egy kellemes, inkább ilyen 23-4-5 fokos hőmérsékletet tartani, azt már mindenki el tudja viselni, és azért nem mindegy, hogy 18 fokból kell a 40 fokba kimenni, vagy mondjuk 25-ből, azért elég jelentős különbség ez. A hosszú használat nélküli időszakban ráadásul nem csak bekoszolódik a klíma, különböző kórokozók is megtelepedhetnek rajta. Ezek fertőzéseket és atipusos tüdőgyulladást is okozhatnak, ezért érdemes kitisztítani az első használat előtt. Sokaknak elkerülhetetlen, hogy napon legyenek a kritikus időszakban, nekik érdemes odafigyelni a testjelzéseire. Az enyhe tünetek az fáradékonysággal, szédelgéssel, fejfájással jár. Súlyosabb esetben ugye a testhőmérsékletnek a megemelkedése jelentkezik, komolyabb neurológiai tünetekkel, látászavarral, akár eszméletvesztéssel. Nyilván ilyenkor azonnal mentőt kell hívni, hogyha súlyosabb tünetek vannak. Az enyhébb tünetek esetén nagyon fontos, hogy hűvös, árnyékos helyre vonuljon az illető, a folyadékfogyasztást meg kell ilyenkor növelni, de hogyha ennek ellenére rosszabbul érzi magát, akkor mindenképpen fel kell keresni vagy házi orvost, vagy ügyeletet, sürgősségi osztályt, meg hát nyilván tünetileg azért lehet kezelni, fejfájásra be lehet venni egy fájdalomcsillapítót, hány inger esetén egy enyhe hányás csillapító tablettát lehet szedni nyugodtan, de komolyabb tünetek esetén inkább célszerű orvoshoz fordulni. A káros UV-sugarak ellen hosszú, jó lengeruhával tudunk védekezni, valamint magas faktorú fényvédővel. Ezt strandolás esetén néhány óránként újra fel kell vinni a bőrfelületre.